Sziasztok! Üdvözöllek újra a csatornámon! Elég régen nem találkoztunk, és ma egy olyan témát hoztam nektek, ami szerintem az angolon kívül, ugye az életben általában is nagyon fontos, ez pedig az, hogy hogyan lehet pozitívabban kifejezni magunkat, vagyis hogyan lehet minél többször megdicsérni a másik embert. Én az elmúlt évek során erre rájöttem, hogy mennyire más az, hogyha többször mondjuk a másiknak pozitívan, hogy mennyire jól csinálta, amit csinált, mennyire ügyes, mennyire klassz. Mert ez olyan egy kicsit, mint a mosolygás, hogy sokkal jobban érezzük magunkat tőle mi is, meg ő is. Tehát, hogy általában egy pozitívabb légkört alakít ki, és a saját hozzáállásunkban is egy ilyen pozitív változást okoz az, hogyha sok pozitív jelzőt használunk. És ez pedig ugye a magyarban leginkább úgy nyilvánul meg, hogy megdicsérjük a másikat. Tehát mondunk valami olyasmit arról, amit csinált, vagy ahogy esetleg az is persze, ahogy kinéz, vagy ahogy viselkedik, ami egy olyan visszajelzés, amitől ő is jobban érzi magát. És az angolban ez a dicséret, amit egyébként úgy mondunk, hogy praise, tehát praise someone, illetve a gratuláció, pozitív visszajelzés, a compliment. Ez egy kicsit másképp működik, mint a magyarban, viszont én úgy érzem, hogy sokkal, de sokkal gyakoribb. És éppen ezért alakult ki az a benyomásom, hogy egy kicsit az angol pozitívabb nyelv a nyelvhasználatban, mint a magyar, így általánosságban. Én ezt igyekszem átvenni, illetve igyekszem a mindennapokban is alkalmazni, mert hogy nekem is jól esik egyébként, hogyha a másik ember nem tartja magában azt, hogy jó véleménye van arról, amit csinálok. És nem mindig csak azt jegyzi meg, hogyha valami nem jó. Hát ugye én szerintem akkor, hogyha valakinek tanítunk valamit, legyen az gyerek vagy felnőtt, akkor elképesztően lényeges az, hogy folyamatosan adjunk neki visszajelzést, bátorítást avval kapcsolatban, hogy jó úton jár, és még akkor is, hogyha nem tökéletes, mert ugye a tökéletes attól eltekintve, hogy a tökéletes nem létezik, nem is feltétlenül cél. Tehát egyszerűen ugye az ember jobb akar lenni abban, mit csinál jó esetben, és annyira sokat számít az, hogyha jó visszajelzést kap ehhez. Hát akkor a hosszú bevezető után lássuk, hogy hogyan lehet valakit angolul megdicsérni. Az első dolog az, amikor ugye magyarul valakinek azt mondjuk, hogy ügyes vagy. És én elég sokáig igazából hadakoztam azzal, hogy mi az ügyes vagynak az igazi angol megfelelője, mert hogy pontosan ilyen nincs. De ugye ennek a helyében azért több dolgot is tudunk mondani. Tehát, hogyha valaki, tegyük fel, mondjuk egy gyerek, nagyon szépen megcsinált valamit, vagy egyáltalán valami erőfeszítést tett, vagy játszik, vagy bármit produkál, és azt szeretnénk neki mondani, hogy jaj, de ügyi vagy, akkor az egyik dolog, amit mondhatunk, hogy well done. Tehát mondhatjuk neki, hogy oh, that was so well done. Vagy mondhatjuk csak azt, hogy well done. Egy másik dolog, amit mondhatunk neki, az az, hogy good job. So, not just for children, in any situation, when you see someone doing something or finishing something and you want to give them a positive feedback, you can say, well, that was a great job, what a good job. Ez például ugye az edzésben, vagy a fitnessben is előfordul, hogy ügyesek voltatok, good job! És a harmadik ügyes vagy ügyesek voltatok, az egy nagyon érdekes kifejezés, amivel én nem voltam egészen 100%-ig kivégülve egy darabig, ez pedig a good for you. Good for you. A good for you az úgy hangzik, mintha azt mondanánk, hogy jó neked. So, your friend tells you a story. You know, yesterday I had a day when I just went for a walk and I sat on a bench and then I read a book and it was just so nice and relaxing. And your answer, your reaction to that could be good for you, which is something like,
I am so glad that you did that for yourself. Tehát, hogy annyira örülök, hogy ezt megtetted saját magadért, jaj, de ügyes vagy, jaj, de jól tetted. So, good for you, jaj, de jól tetted. And you can also say something like this, which I think is really, really beautiful. I'm so happy for you. Tehát, I'm happy for you. Nagyon örülök annak, ami veled történik. Nagyon jó, ami veled történik. Gratulálok tulajdonképpen. És itt már elkezdjük érezni azt, hogy a magyar nyelven egy kicsit kevesebb kifejezés van erre, hogy pozitívan elmondjuk a másiknak, hogy jól csinált, amit csinált, jól tette, örülünk neki. Persze kevés szóval is ki lehet ezt fejezni, ezt is lehetne sokkal többször mondani. Tehát good job, well done, good for you. És akkor, amit még hozzátettünk, I'm happy for you. Lehet egész egyszerű módon visszajelezni a másiknak, amiről már ugye én beszéltem egy párszor, például mondhatjuk neki, hogy great! És mondjuk ez sokkal többször. Tehát, hogy legyen ez egy ilyen hozzáállás. So, someone did something that you think is good, and you can just react like, great! Or you can say amazing, or fantastic. Szóval, amikor emlékeztek, amikor a jó és a rossz szavakat elemezgettem, akkor mondtam, hogy fantastic, amazing, great, ezeket mind lehet ilyen pozitív jelzőként használni. Ha van egy olyan helyzet, amikor valaki belekezd valamibe és igyekszik, so for example, your friend has started to go and do some exercise, let's say in the gym, or started running, started doing yoga, started something physical, some exercise, some workout, then you can encourage them and help them by saying, way to go. Tehát a way to go az kifejez egy olyasmit, hogy nagyon jó úton jársz, jaj de jó, csak így tovább. Way to go. Csak így tovább, vagyis kitartás, csak folytasd így tovább, nagyon jó úton jársz. Van egy nagyon, szerintem egy nagyon mókás kifejezés, ami igazából nem az angol nyelvből származik, hanem az én másik kedvencemből, az olaszból. Ez pedig a bravo. És most így, hogy angolul gondolkozom, nem is emlékszem, hogy mondanám ezt szebben olaszul, de ha valaki valami jó teljesítményt produkált, vagy egyáltalán látsz valamit, ami tetszik, akkor reagálhatsz úgy, hogy azt mondod neki, hogy bravo. You see something that you really like, that someone did, and you just say bravo. For example, someone passed an exam, let's say, and they're very happy about it, and you can just express your happiness for them by saying bravo. Okay. Egy másik kedvencemmel folytatnám, ez pedig nem kifejezetten, vagy nem kizárólagosan azt jelenti, hogy ügyes vagy, vagy hogy én azt gondolom, hogy ez szuper volt, hanem kifejezetten azt, hogy büszke vagyok rád. És az angol nyelven, vagy abban a környezetben, amiben én vagyok és voltam, abban nagyon sokszor előfordul, hogy ezt nem csak hozzánk nagyon közel álló embereknek mondjuk, hanem mondjuk távoli barátainknak, vagy ismerőseinknek, amikor így részesülünk egy kicsit abban, hogy ők örülnek, és mi is velük akarunk örülni abban, amit vagy avval kapcsolatban, amit tettek. Ez pedig így hangzik, I'm so proud of you. I'm so proud of you. Annyira büszke vagyok rád. I'm proud of you. Büszke vagyok rád. I'm so proud of you. Nagyon büszke vagyok rád. És ennek van egy másik változata, ez pedig a you made me proud. You made me proud. Mi ugyanazt jelenti, büszke vagyok rád. So, if your partner, let's say, gets a new job, or
does something that is making both you and him or her very happy, then you can share this happiness by saying, I'm so proud of you. I'm so proud of you. Or you make me very proud. You made me very proud. Abban a helyzetben, hogyha csak egy ilyen nagyon gyors kis visszajelzést szeretnénk adni a másiknak avval kapcsolatban, hogy ügyes volt, lehet csak ilyen kis frappás dolgokat is mondani, például, hogy high five, amit én edzésen szoktam időnként használni, ami ugye a high five az a pacsi, vagy kétkezes pacsi. So high five, ami szintén azt jelenti, hogy hát gratulálok tulajdonképpen, és akkor ezzel át is elvesztem egy kicsit, hogy hogyan lehet azt mondani, hogy gratulálok valakinek. Ugye az első az a congratulations, vagy congrats, ami ennek a rövidítése, tehát congratulations, amit a leggyakrabban szoktak mondani gratulációra, és ahogy az, a legelején említettük, az I'm so happy for you, az is egyfajta gratuláció, ugye részesülsz a másiknak az örömében, és ez a high five is tulajdonképpen egyfajta ilyen kis gratuláció. Hogyha pedig valaki valakinek szeretnél pozitívan visszajelezni, akit nem ismersz annyira, tehát aki nem áll hozzád közel, az is azért szerintem fontos, akkor például mondhatod neki azt, hogy I'm so impressed. És ez is olyan kifejezés, aminek nincs igazán magyar megfelelője, mert hogy azt akarja, hogy nagyon lenyűgöztél. De azért magyarul azt mondani, hogy lenyűgöztél, az súlyos. És angolul azt mondani, hogy I'm impressed, vagy I'm so impressed, az sokkal gyakrabban előfordul, tehát ez nem kell olyan nagy dolognak történni. So someone is actually, for example, talking to you in English, and you see that they have improved so much. Their English is so much better than it was before it used to be, and you can just react like this: I'm so impressed, or I'm so impressed with your English. You have improved so much. Amivel lezárnám, az három pici ilyen kis kifejezés, amit még tudunk pozitívan visszajelezni a másiknak. Az egyik az a fantastic work. Már említettem a fantastic-et, mondhatjuk, hogy fantastic work, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon ügyes, nagyon szép munkát végeztél. A másik, hogy egyszerűen azt mondjuk neki, hogy beautiful. So, for example, in a fitness class, I sometimes just say if someone is doing a good job, that it's beautiful. Because, you know, what they are doing is beautiful. But in English, you can use beautiful to things that are not only visual, but also just really, really good. Tehát a beautiful visszajelzést azt nem feltétlenül csak látványra használjuk, hanem olyasmire, ami pozitív benyomást kelt bennünk. Egyébként, by the way, például kajára is, tehát egy ételre is használjuk, hogyha egy étel nagyon finom, akkor arra is szoktuk mondani, hogy beautiful, it's beautiful, this food is just so beautiful. És ugye ez lett egy kicsit ilyen furcsán lefordítva magyarra, úgyhogy szép, ami hát magyarul viszont szerintem nem annyira illik bele a nyelvbe. És akkor a harmadik ilyen kis cool kifejezés, az úgy hangzik, hogy you rock, ami ugye szintén azt jelenti, hogy nagyon állati ügyes vagy. So someone that, you know, does someone very impressive. So, for example, they learn snowboarding, and they tell you that they could, like, you know, they were snowboarding all day and it was going so well, and you can just give them feedback or a positive feedback by saying, oh man, you rock, nagyon-nagyon ügyes vagy. Hát remélem, hogy ebből a néhány kifejezésből fogtok használni minél többet arra, hogy pozitív visszajelzést, meg dicséretet adjatok a másiknak minél többször. Ez egyébként az én tapasztalatom szerint egy olyan dolog,
amihez hozzá lehet szokni. Tehát az embernek a nyelvhasználatát azt így lehet irányítani, és minél pozitívabban beszélsz másokkal, annál pozitívabban fogsz gondolkodni velük kapcsolatban. Tehát még egyszer, én úgy érzem általánosságban, hogy mindenki megérdemli azt, hogy megdicsérjék, hogyha erőfeszítést tesz, és legyen ez felnőtt, gyerek, akármilyen szituáció. Úgyhogy én arra biztatlak, hogy használjátok minél gyakrabban angolul is, és magyarul is ezeket a dicséreteket és pozitív visszajelzéseket. Remélem, hogy tudtam nektek adni valami jót és valami pozitívat a mai napra. Elnézést, hogyha 20-nál többször mondtam, hogy pozitív, akkor elnézést, tehát ez volt tulajdonképpen a cél. Hogyha tetszett a videó és úgy érzitek, hogy ebből tudtatok valamit nyerni, akkor kérlek, hogy ezt egy like-kal jelezzétek nekem vissza. Elmondom ebben a videóban is, hogy a hírlevelem január 1-e óta megy, és hogyha erre szeretnél feliratkozni, és szeretnél minden nap kapni valami olyan angolos anyagot, amivel tudsz gyakorolni teljesen ingyen, akkor nyugodtan iratkozz föl, majd a videó alatt beteszem ezt a linket, és akkor legközelebb találkozunk, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, sziasztok!